Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek. Azért gyűjtünk itt össze, hogy tiltakozzunk a trafiktörvény néven elhíresült törvény és intézkedéscsomag ellen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy amikor az állam beavatkozik egy jól működő, versenyalapon működő gazdasági szektorba, akkor milyen károkat tud okozni. Rögtön megjelenik a mutyi, a korrupció, és szeretném, hogyha emiatt ezzel kapcsolatban meghallgatnátok egy urat, hát akik ezzel kapcsolatban, hát hogy mondom, igencsak megjárták, vesztesei ennek a trafiktörvénynek, úgyhogy át is adom a szót neki. Hát én üdvözlök mindenkit, itt a közelből gyalog jöttem át, mert nem messze itt a kerületben van egy trafikom, amit 96 nyarán nyitottunk. A lányommal együtt vezetjük azóta is, úgyhogy ha van családi volt, ha van olyan volt, amit ez a trafiktörvény kitalál, akkor ez az. Ez a bolt 96-ban megnyílt, és úgy működött és működik azóta is, ahogy körülbelül a trafiktörvény előírja majd júliustól a nemzeti dohányboltok működését. Írtunk egy pályázatot, mert... Tehát eleve én úgy gondoltam, hogy nem okos dolog ez az egész trafiktörvény, de utána meghozták, kényszerhelyzet volt, hát akkor pályáztunk. Megírtam a pályázatot, én nem akarok nagyképű lenni, nekem két hétig ebben keltem, ebben feküdtem, a két heti munkám volt magában a pályázat megírásában, egy barátommal együtt írtam, aki egyébként uniós pályázatok írásával foglalkozik. Hát úgy gondolom, hogy nagyon rossz pályázatot nem adtunk be. Úgy gondolom, hogy a pályázat el sem olvasta senki, nem tudom. Lényeg az, hogy abban a névsorban, ami a interneten megjelent, abban mi voltunk, nem szerepel. Most töprengünk, hogy mit tegyünk a bolttal. Marcsakon is úgy Budapalászra születtem. A Budon Marcsalán is, ő is Budapalászra születtem. 7 hónapos korában megvédő mind a két párban gyermekvállalók is születtem. 1972-ben jutottunk neki egy trafikot, amit azóta is csinál, és abból él. Mi is beadtuk a pályázatunkat, remélhetőleg az sem volt rossz a pályázat. Minden esetben sajnos tapasztalatot, írást meghoztam a parton a jobbtól, amit Ha mégis úgy gondolják, hogy nem szeretnék, hogy a vagyonukat ellopják, hogy a magánnyugdíjpénztári megtakarításaikat lenyúlhassák, ha nem akarják azt, hogy egy ember, aki 20 éven keresztül dolgozott a trafikjában, fölépítette, milliókat ölt bele, hogy attól el lehessen rabolni a család megélhetését, ha nem akarják azt, hogy önökre előtessenek egy olyan alaptörvényt, ami semmi más nem jó, csak arra, hogy a jogaikkal megsértse önöket. Ha nem akarnak olyan országba élni, amit Európa pestisnek tart, és Európa legvégén sereghajtó kullogum, a románok mindenki előttünk van. Abban az esetben mindenkit arra kérünk, hogy szólaljon fel a diktatúra ellen, ne fogadja el, ne asszisztáljon, és 2014-ben legkésőbb fogjanak össze az ellenzéki pártok, és szabaduljunk meg Orbántól és diktatúrájától, mert nem ilyen országban akarunk élni. Köszönjük szépen! Azért vettem részt ezen a demonstráción, mert véleményem szerint fel kell szólalnunk az ellen, ami trafiktörvény néven elhíresült. Ugye ez valójában egy törvény és más szabályozások egyvelege és egy eljárásmód is, hiszen ugye egyrészt módosították azt a törvényt, amelyik a dohány kereskedelemről szól, és ezt egy antiliberális módon módosították, hiszen eddig szabad verseny volt ebben a szektorban, vagyis szabad kereskedelem pontosabban, és ezt ugye úgy módosították, hogy az állam lett az egyetlen kereskedő, amely koncesziókat oszt ki
különböző embereknek, ugye az eredeti terv, vagy úgymond a propaganda szerint családoknak, ami persze hamar beigazolódott, hogy nem igaz, hiszen a család az igaz, csak hogy itt a Fidesz nagy családjáról van szó, tehát mindenki, aki nem a Fidesz barátja, rokona és üzletfele, az csak jól rosszul járhatott ezzel a dologgal. Ugye ehhez kapcsolódik még az a friss jogszabály, amely megtiltja, vagy pontosabban korlátozza ez az új jogszabály a közérdekű adatokba való betekintést, ezért aztán azt, hogy ténylegesen hány olyan hely van, ahol Fidesz barátok, rokonok és üzletfelek kapták a trafiküzemeltetési koncessziót, azt csak akkor tudhatjuk meg, ha egy kormányváltást követően ezt a jogszabályt módosítják. És azért jöttünk el ide, hogy felhívjuk erre a felháborító fejleményre a figyelmet. Ön szerint megteheti a kormány azt, hogy titkosan kezeli ezeket az adatokat? Természetesen nem teheti meg, közpénz felhasználása közérdekű adatnak számít, és ugye jelen esetben a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit ZRT egy állami cégnek minősül, így ennek a felhasználása, amit ők csinálnak, az mind közcélú tevékenységnek számít. Másodszorban pedig, ugye itt arról van szó, hogy emberek megélhetése az, amit tönkretettek, rendes adófizető polgároké, akiktől elvették a jogot, hogy kereskedjenek a cigarettával, amivel 10, 20, 30, 40 éve kereskednek, és amihez értenek, és amit tudnak csinálni. És én azt gondolom, hogy nem teheti meg az állam, hogy mindezt titokban tartja, hogy mégis milyen alapon és milyen módon döntött arról, hogy ehelyett az ő barátai kapják meg az üzletet. Őszintén szóval nem várjuk azt, hogy a kormány lépjen. Azt gondolom, hogy a kormány nem fog a mi demonstrációnk hatására lépni. Ez a demonstráció elsősorban a figyelem felhívására irányult. A jövőben azt tervezzük, hogy a hasonló esetek ellen ugyanilyen módon, és lehet még hangosabban igyekszünk felszólalni. Azt javasoljuk, hogy a dohánykoncesszió és ez az egész Nemzeti Dohánykereskedelmi ZRT és megoldás, ez szűnjön meg, és ezen túl ugyanúgy, ahogy korábban, szabadon lehessen dohánytermékekkel kereskedni. Mi a véleménye a kormány dohányüggyel kapcsolatos törvényéről, a kiírt pályázat eredményeiről? Hát én ezt nyílt rablásnak tartom. Ez rosszabb, mint a korrupció. Itt egyesítik a korrupciót és a szocialista államosítást. Tehát emberektől elveszik meglévő üzletüket, nem tőlem vették el, tehát nem személyesen vagyok érintett, elveszik a meglévő piaci üzletét valakinek, és egy havernak valakinek odaadják. Ez rosszabb, mint a legsötétebb korrupció, ez rablás és korrupció egyben. Én úgy gondolom, hogy ilyen ma Európában, talán még Belorussziában képzelhető el, de demokratikus országban nem. Eredetileg azt hazudták, most már kimondhatjuk, hogy hazudták, hogy a mozgássérültek fognak előnyt élvezni ezeknél a trafikpályázatoknál. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy nyílt, pofátlan hazugság volt, és nem, hogy a mozgássérültek, senki, aki ezzel régebben foglalkozott, nem kapott semmit. 18 éves érettségizők kaptak, énekesek kaptak 5 trafikot, mert biztos értenek hozzá. Tehát mindenki látja, hogy az uránbátyám módszert összekötötték a rablással. Politikai reformok nélkül a strukturális változtatásoknak nincs esélyük. Politikai reformok nélkül nem lehet Magyarországot visszavezetni a demokratikus országok közösségébe. Komplex szemléletváltásra van szükség. Végre kell hajtani a rendszerváltást, ami megakadt 1994-96-ban, ezt ki kell mondani végre, és meg kell csinálni. Ez a történet nagyon jól mutatja, hogy mi történik akkor, hogyha az állam túl nagy hatalmat kap a gazdaságban. Tehát elharapózik itt a korrupció, a hatékonyság iszonyúan visszaesik, mert nem a gazdasági verseny fog szelektálni, hanem valami felsőbb erő. Ami így szakértelemmel nem rendelkező emberek kezébe is olyan feladatokat adhat, amire esetleg ők nem képesek. Hát egy ideje már felemeljük a szavunkat, hogyha itt ilyen érdekes dolgok történnek az országban. Mi a véleményetek arról, hogy nemrég alakult egy magyar liberális párt Fodor Gábor elnökletével? Szüksége volt-e az országnak arra, hogy egy új liberális párt megalakuljon? Szerintem mindenképpen szüksége volt, mert Magyarországon nem volt már képviselve ez az eszme olyan formában, ahogy kellett volna. Úgyhogy hát még nem tudjuk, hogy hogy fog alakulni. Nagyon bízunk benne, hogy ez úgy fog alakulni, hogy tényleg az a párt alakult meg, amire ma szükség volt. Thank you.